Sziasztok! Ismét itt vagyunk a DJ Store-ban, én Dani vagyok, és a mai videóban ismét belemegyünk picit a Rekordbox rejtelmeibe. Nagyon sok olyan beállítás van a Rekordboxban, amit sokan nem ismernek, pedig egyébként kulcsfontosságú funkció, és érdemes őket végigböngészni, úgyhogy nézzük meg! Tehát lényegében itt a beállításokba betérve az első fülben be tudjuk állítani, hogy kék vagy RGB legyen a waveformunk, a hullámformánk, illetve azt is meg tudjuk adni, hogy fél vagy teljes hullámformát láthassunk a kijelzőn. Aztán jobbra haladva a kategória menüpontban meg tudjuk azt adni itt a jobb oldali oszlopban, amit a CD lejátszón szeretnénk látni, például, hogy elő legyenek a playlistek, aztán a kereső modul, aztán a mappa néző nézet, és így tovább, ezeket innen a bal oldali sávból tudjuk átpasszolni ide jobbra. A sort fül alatt azt tudjuk beállítani, hogy milyen szempontok szerint akarjuk sorba rendezni a zenéinket a listán belül. Ez tök jó funkció, hiszen hogyha mondjuk BPM szerint akarunk felfelé vagy lefelé haladni a mixben, akkor be tudjuk állítani a BPM-et például, de hangnem szerint is rendezhetünk sorba, illetve akár dátum szerint is, és igazából itt láthatjuk az összes lehetőséget, ezeket személyre szabhatjuk, és akár sorba is tehetjük, hogy melyik legyen felül, amelyik kényelmesebb. A következő fontosabb megálló az a My Settings fül. Itt azokat a beállításokat adhatjuk meg, ami szerint a lejátszónkat szeretnénk majd használni, és ezt egy gombnyomásra a pendrive behelyezése után már meg is tudjuk adni. Hogy az éppen futó számra rá tudjunk-e tölteni egy másik számot, vagy nem. Ez nagyon hasznos funkció egyébként. Vagy például, hogy a Quantize az hány ütem pontossággal mérjen. Egy ütem, fél ütem, negyed vagy nyolcad. A hotcue-kat tudjuk színezni, ezeknek legyen-e színe vagy sem. Beállíthatjuk a jog módot, hogy CDJ vagy vinyl mód legyen, hogy hány százalékos tempo range-el dolgozzunk, hogy a master tempo működjön, hogy a Quantize működjön. Tehát ezt mindet végül is egy gombnyomással a pendrive-unk betöltésekor tudjuk aktiválni, és nem kell 20 féle gombot nyomkodni a szettünk kezdetén, hanem ez már rögtön betöltődik. Ez nagyon tök jó funkció. És hogy ne csak beszéljek erről a király funkcióról, meg is mutatom gyorsan, hogy hogy működik a gyakorlatban. Tehát behelyezzük a pendrive-ot, és az USB 1-re, ha rányomunk, már is kiadja, hogy beszeretnénk-e tölteni a saját beállításainkat. Itt a menügombra kattintva rá tudunk menni a loadra, és már is beállít mindent, amit az előbb beállítottunk a számítógépen. Ugye vinyl mód lett, master tempó lett, 10%-os tempo range, stb. Van, ami ugye ezen a lejátszón nem látszik, de a 2000-esen például igen. Úgyhogy ez egy tök jó funkció, és érdemes ezeket belőni, mert nagyon sok időt spórolhattok magatoknak. Innen fogjuk folytatni a következő videónkban. Köszönjük, hogy megnéztétek, és egyébként nyugodtan kommenteljetek a videó alá, hiszen ha van kérdésetek, akkor azt szívesen megválaszoljuk egy következő videó keretein belül. Én Dani voltam, sziasztok!